Hogyha az építészeti felfogásáról kérdezik, akkor ezt hogyan fogalmazná meg? Évszázadok alatt kialakult tapasztalatunk és hagyományunkra alapuló, abba gyökerező építészetet, alkotómunkát tudok csak elképzelni, csak ezt tartom jónak. Nálunk Magyarországon csak úgy tisztességes dolgozni, hogy ezt a szemléletmódot követjük. A szerves építészetet vagy organikus építészeti irányzatot azt elég nehéz értelmezni, és nagyon sokan sokféle dolgot értenek alatta. Nagyon fontos, hogy nem formai kérdésnek tartom és tartjuk, hanem ez építészeti szemléletmód, emberi magatartás kérdése. Rengeteg maradandó mű született Jankovics keze nyomán. Szállodák, fürdők, lakóházak. Keszthelyen, Hévízen, Egerszalókon, Erdélyben, Németországban. Egyik pécsi házát nemrég helyi védelem alá helyezték. Fáradhatatlan munkabírással dolgozza ki terveit és annak részleteit. Épületeit saját teremtményeinek tekinti, folyamatos tanácsokkal segítve kíséri végig az építést. A barát és kolléga Dévényi Sándor építész írta a fenti sorokat, megemlítve még Jankovics Tibor egyik legfontosabb erényét, a csapatépítő, a közösséget teremtő embert, akire mindig lehet számítani. Ki volt építész a családban? Volt egyáltalán a felmenők között valaki, aki erre a szakmára irányította, vagy inspirálta a választását? Építész nem volt a családban. Apai ágon tanárember volt, édesapám angol-latin szakos tanár volt, édesanyám pedig tanítónak készült, de a II. Világháború eseményei és a családalapítás, hatan vagyunk testvérek, nem tette lehetővé a továbbtanulást és ennek a szakmának a gyakorlását. És hol éltek? Nagyon sok helyen éltünk. Életem első 4 évét, annak ellenére, hogy Budapesten születtem, Nagyváradon töltöttem, Nagyváradon, illetve Nagyszalontán. Anyai ágon ugyanis erdélyi a família, gyergyói. Aztán onnan 4 éves koromban menekülnünk kellett Magyarországra. Magyarországon őrségben kapott helyet a család, az nem volt egyszerű. Akkor nem oda lehetett menni, ahova szeretett volna az ember. Őrségbe kerültünk egy kis őrségi faluban, ahol édesapám tanítóként, tanárként dolgozott a falusi iskolában, mellette a Szent Gotthárdi gimnáziumban latin tanított. Tehát ott az ifjúságom jelentős részét ebben a kis őrségi falusi környezetben töltöttem. A magyar szakrális építészet kivételes alkotása a Badacsony-tomai Szent István kápolna. Ez a kis bazalt kápolna az egész életművének egy ilyen különös és fantasztikus összegzése valóban. Egy olyan épület, amit mintha öröktől ott állt volna, és valami olyasmit mondott, hogy végig, amíg rajzolta, amíg tervezte, mint hogyha valaki vezette volna a kezét. Kivételes szerencsém volt. Udvardi Erzsébet festőművész, ugye ő itt Badacsony-Tomajon élt, és ő neki régóta volt egy ilyen szándéka, hogy a Badacsonyon, Badacsonyhegyen, a Felső Kolónia területén ott egy kis kápolnát építsen, ahol ő az oltárképét el tudja helyezni. Tulajdonképpen ő indította ezt a gondolatot. Így megbízást kaptam egy kis kápolna tervezésére. Mindenképpen arra törekedtem, hogy ami itt megvalósul, az a hely szelleméből eredeztethető, és a helyi anyagokból megvalósított épület legyen. Egy olyan, ami szerves részévé tud lenni a környezetének, amiben jó bemenni, szinte hívogatja az embereket. Volt egy érdekes eset, kész volt már a kápolna, és egyszer csak feljött egy idős bácsi, botra támaszkodva, egy vasárnapi napon, szépen felöltözve, és megkérdezte, hogy benézhet-e a kápolnára. Mert ő ismeri ám ezt a helyet, ő itt született ebben a házban, aminek a helyén ez a kápolna épült, és itt is lakott nagyon sokáig. És aztán bejött, körülnézett, és azt mondta, hogy nagyon tetszik neki ez a kápolna,
és elment. Megrendítő volt ez a történés, hogy egy idős bácsi feljön, és a szülőháza helyén talál egy kápolnát, és azt ő látogatja.